arányban legyőzte az MDSC csapatát. Vasárnap délután a Népkerti Jégcsarnokban Miskolci Jegesmedvék Brassó Molliga jégkörön mérkőzést láthatott a nagy érdemű. A második harmadban aztán beindult a gólgyártás, de miskolci szempontból nem jó arányban, így 4-2-es brassói előnnyel kezdődött a záró periódus. Szalúga góljával 4-3-ra felzárkózott ugyan a házigazda, de az utolsó két percben kapusát lehozva plusz egy mezőnyjátékossal rohamozta ellenfele kapuját a miskolci gárda, amit a vendégek tudtak kihasználni, így pedig 5-3 arányban megnyerték a mérkőzést. A Miskolc televízióban kedden 19 óra 25-től teljes egészében megtekinthetik a Miskolc-Brassói körömmérkőzést.